Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehetek. Tisztelt Államtitkár úr, tisztelt Főpolgármester helyettes úr, örömmel üdvözlöm Önöket. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy ilyen nagy létszámban most itt vagyunk. Én azt gondolom, az egész este folyamán lehet, hogy még csak nő tovább a létszám. A bejelentkezettekről már Főpolgármester helyettes úr szólt. Szeretettel szeretném én is üdvözölni már harmadszor megrendezett Startupok éjszakáján megjelenteket mindannyian, és külön szeretném köszönteni én is Budapesten dolgozó nagykövetségeink megjelent szakdiplomatáit, szakértőit. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek nem csak innen a kerületekből, hanem a V4-es országokból is, külföldről is vendégeink. Tehát tisztelettel jelentem, vannak köztünk Varsóból startupok, Prágából startup, Pozsonyból startup, Düsseldorfból és talán még Lisszabonból is szakértő. Rövidesen találkozni fognak párral itt a program további részében. Elnézést, hogyha bárkit is kihagytam valamelyik városból vagy országból. Bizonyára tudják, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány az egyetlen olyan szervezet, amelyet a főváros közgyűlése a budapesti mikro, kis és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre. 1993-ban történt ez, és 2013-ban egy nagyon jelentős innováción mentünk keresztül. Mi 2013 óta foglalkozunk startupokkal, startup programokkal. A közalapítványunk két tevékenysége két pillérre épül, az egyik az innovatív vállalkozásfejlesztés, minden innovatív vállalkozásra, KKV-ra kiterjed a tevékenységünk, a másik a non-profit mikrofinanszírozás. Azon mikrovállalkozások számára tudunk mikrohiteleket biztosítani a főváros támogatásával, akik egyébként a bankok fókuszába már nem férnek bele. Az elmúlt pár évben, 2013 óta több mint 130 rendezvényt szerveztünk, több mint 14 ezeren vettek részt a fővárosból a rendezvényeinken. Ilyen hatalmas számokat én 2013-ban, amikor feladatul kaptam a Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány megújítását, nem is gondoltam, hogy kimondhatok valaha színpadon, nem is álmodtam ekkora számokról igazából. Valójában mindezek megtörténtek. Épp itt, amikor készültünk a rendezvényre, akkor rákérdezett valaki, hogy de hát hányan vagytok ti, hogy ennyi minden történik? Nagyon kevesen, de hihetetlen jó csapat van a BVK-ban. Azt hiszem, hogy aki ismer bennünket, az tudhatja, láthatja. A kollégák nagyon lelkesek, csak emiatt tudott megvalósulni ennyi eseményünk. A főváros nekünk feladatul adta, hogy a KKV-fejlesztés minden témájában a fővárosban működő összes érintett szereplővel indítsunk koordinációt. Azokkal tudjuk ezt a koordinációt megvalósítani, akik a megkereséseinkre együttműködéssel válaszoltak. Számosan itt vannak köztük, a program tulajdonosok is itt vannak köztük. Vannak ilyen kerületeink, vannak olyan egyetemeink, akikkel nagyon jó együttműködést tudunk folytatni, vannak olyan országos programok, akikkel nagyon jó együttműködést tudunk folytatni. A startupok fejlesztését, illetve a vállalkozások fejlesztését is csak velük együtt tudjuk elképzelni. Hazánkban a 2000-es évekhez képest nagyon jelentősen lecsökkent 2015-re a 40 év alatti fiatal vállalkozók száma, az önfoglalkoztatók száma. Nem csak Magyarországon csökkent ilyen jelentősen, az Európai Unióban szinte mindenhol csökkent a létszámuk. Az ezredforduló 40 év alatti vállalkozói, az ezredfordulós generációk most már ugye a 40 fölöttiek között vannak, tehát nem bezártak ezek a induló vállalkozások, az ezredforduló vállalkozásai, hanem a következő generációkból kevesebben választották az önfoglalkoztatói létet. Nagyon fontos látni azt, hogy nekünk feladatunk az, hogy a következő generációkból egyre többen merjenek vállalkozni, egyre többen
induljanak el ezen a nagyon rögös úton, amit a vállalkozások világa ad. Nagyon rögös, de nagyon sok eredménnyel, nagyon sok sikerrel is járhatnak ez az út mindenféleképp. És ahhoz, hogy megmutassuk, hogy milyen jelentős sikereket tudnak fővárosi vállalkozások és fővárosi mikrovállalkozások és KKV-k is biztosítani, ahhoz mindenféleképpen emblematikus szereplőket kellett találnunk. Kik lehetnek az emblematikus szereplők? A leginnovatívabb, legnagyobb potenciállal bíró ilyen szereplők a startupok. Nos, így kerültünk mi a startupok világába annak idején 2013-ban. Ahogy államtitkár úr említette, Budapesten termeljük az informatikai ágazat GDP-jének 70%-át. Ez már egy óriási potenciál. Itt már muszáj különös fókuszt indítani. Különös fókuszt indítani, még ráadásul úgy is, hogy a mérnöki, illetve az egészségügyi diplomást egyetemeink, akár az orvosi egyetemek, akár a műszaki egyetemek nagyon jó tudást biztosítanak a hallgatóknak. Látható és tudható az összes nemzetközi felmérésben, hogy a felsőoktatás ezen területeinek a minősítése mindig jó a fővárosi egyetemek között. Budapesten van a világon a harmadik legnagyobb 4G mobil internet. Leggyorsabb, világon leggyorsabb 4G mobil internet. Ahogy Áltkár úr mondta, az ICT specialisták aránya a versenyszféra foglalkoztatottjai között itt nálunk a negyedik helyen van az Európai Uniós országok közül. A említett Digital City Index is csak jókat mondott a fővárosról. Azt mutatja, vagy azt mondja, hogy a mutatók nagy része arra utal, hogy Budapest jó irányba halad. A Forbes is egészen jó dolgokat mondott rólunk. Azt írta Budapestről, hogy Budapest egyike Európa azon 5 már működő vállalkozói csomópontjának, amire érdemes figyelni. Na most ilyen minősítések mellett azt hiszem, hogy feladatunk is helytállni, megfelelni ezeknek a jó minősítéseknek. A BVK-ban a startup programjainknak a gyökere a BVK Smart programra vezethető vissza. 2013-ban még együttműködve Béccsel, Prágával, Pozsonnyal és Stuttgarttal dolgoztuk ki az alapjait. Aztán, amikor ez az együttműködés, ez egy Európai Uniós pályázat volt alapvetően, amikor a pályázati projekt lezajlott, akkor mi a főváros támogatásából folytattuk tovább ezt a programot, és 2016-ban a Nemzetgazdasági Minisztérium a díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért nemzeti fordulójának nyertesévé hirdette a programunkat, amire nagyon büszkék vagyunk, és azt gondolom, hogy ez a minősítés alapot adott arra, hogy a nemzetközi területeken is még aktívabbak legyünk. Idén 2017-ben az Európai Unió egyik legjelentősebb hálózatának is tagjaivá váltunk. A European Business Network magyarországi képviselője hálózatnak a magyar képviseletét látja el a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány. Mit csináltunk eddig? Milyen számokat tudok mondani a startupokkal kapcsolatban? Először is volt 7 versenyünk, ebből 6 magyar, 1 nemzetközi. A versenyeken eddig 153 startupunk vett részt, 69-en nyertek. A nyertesek azok mindig valamilyen külföldi vagy hazai bemutatkozási lehetőséget kaptak. 18 delegációt szerveztünk ebből a 69 nyertesből. A hazai bemutatkozás az a Think Budapest side eventjeként megvalósult Startup Cornerben történt, illetve augusztusban a V4 programunk, a V4 ICE programunk keretében szervezett konferencián történt. A külföldi bemutatkozások hol valósultak meg? Hát legelőször az egész külföldi bemutatkozós dolog, ez Tel Avivhoz volt köthető. A Nagy Andor nagykövet úr és az akkori tétatasséja Azbej Trisztántól kaptunk meghívást arra, hogy a világ egyik legjelentősebb innovációs eseményére, a Digital Life Designra utazzon ki fővárosi startup delegáció. Ez 2015. szeptemberében történt, tehát nem valami időszámításunk előtti dologról beszélek, de
nekünk ez a egyik gyökere a programjainknak. Aztán annyira jó sikerült ez a bemutatkozásunk, hogy azóta már még kétszer voltunk, tehát összesen háromszor voltunk a Digital Life Design Fesztiválon, és azt gondolom, hogy itt is fognak találni a kiállítók között olyan startupokat, akiket nyugodtan kérdezzenek róla, hogy milyen tapasztalatokat és milyen továbbfejlődési lehetőségekkel jöttek haza erről a fesztiválról. A másik nagyon fontos mérföldköve volt a nemzetközi munkánknak, amikor Szegner Balázs főkonzul úr és csapata Észak-Rajna-Vesztfáliából, Düsseldorfból együttműködést ajánlott föl. Konkrétan legelőször düsseldorfi kollégákkal tavaly ilyenkor itt a Startupok Éjszakáján találkoztunk véletlenül. Hogyha akkor nem futunk össze, nincs itt véletlenül magánemberként a főkonzul úr külgazdasági attaséja, akkor lehet, hogy nem tudok beszámolni azokról az eredményekről, amiket most, hogyha megengedik, azért egy picit listázok. Először is megkötöttük a Düsseldorf város háttérszervezetével, Digital Start Düsseldorffal formális együttműködési szerződést márciusban. Márciusban ki tudtunk vinni 10 startupot a főkonzulátus, illetve a Digital Start Düsseldorf szakértői meg a düsseldorfi város szakértőinek segítségével, és ott egy startup versenyt szerveztek Düsseldorf ennek a kis csapatnak Smart City mobilitás területén. Az ottani nyertes utána júniusban, a B-Rights-ról beszélek, megnyitotta a magyar vállalkozása mellett az első leányvállalatát Dortmundban. Látható, hogy nem a sokszor megvádolt agyelszívásról szól a startup program, hanem igenis az a lényege ezeknek a programoknak, hogy az itthoni tudás és kapcsolatrendszer minél inkább teljesüljön ki, és nemzetközi kapcsolatrendszerbe is tudjon beágyazódni. Nagy tisztelettel, ha megengedik, akkor a düsseldorfi kapcsolatunkkal kapcsolatban szeretnék egy bejelentést tenni. Düsseldorf Észak-Rajna-Vesztfáliában Rajna partján van Németország legjelentősebb pitch versenye, úgy hívják, hogy Rheinland Pitch. A Rheinland Pitch eddig még soha nem hagyta el a Rajna partját, a környékbeli városokban szokott szerveződni. Ez egy kétszintű verseny, sok-sok elődöntője van, és a végén júniusban minden évben tartanak egy döntőt. Most először. Jövő márciusban az egyik elődöntő eljön a Dunapartjára, és itt lesz nálunk. Úgyhogy akit érdekel a német észak-rajna-vesztfáliai megjelenés, az mindenféleképpen figyelje már december közepétől a honlapunkat, a Facebook aktivitásunkat, mert el fogunk indítani egy hazai versenyt, ami előkészíti ezt a Rheinland Pitch-et. Idén nagyon fontos további mérföldkő volt életünkben az, hogy nyertünk egy V4-es pályázatot. A V4 Found támogatott bennünket, illetve a magyarországi V4 elnökség titkársága is, és a V4 Ice nevezetű versenyünket, az első nemzetközi versenyünket meghirdethettük. Augusztus 30-án, én úgy gondolom, sok mindenki emlékszik még rá, épp itt tartottunk a verseny után egy konferenciát, ahol bemutatkoztak a V4 verseny résztvevői. A versenynek az eredménye, nyertese, 4 nyertes választott a zsűri, minden országból egyet-egyet, és augusztus 30-a óta ez a 4 nyertes minden V4 országbeli fővárosban study tourt tehetett. Tehát jártak a startupok Varsóban, Prágában, Pozsonyban, és most itt vannak nálunk. Itt zárul ez a Study Tour sorozat. Én azt gondolom, hogy ahogy véget érnek a hivatalos programok, mindenképp keressék meg őket. Nagyon érdekes tapasztalatokkal ról számoltak be. És kettes számú bejelentésem, hogyha megengedik, a V4 Ice 2.0-át indítjuk,
március végén a Think Budapest előtt fog a V4 Ice 2.0-as nemzetközi startup versenyünkre sor kerülni. Előtte decembertől egy magyar hazai válogató versenyt fogunk indítani, tehát erre is igaz, hogy figyeljék decemberben a honlapunkat. Nagyon fontosnak tartom, és nem szeretnék megfeledkezni még az idei év egy másik pontos pontjáról, a dublini delegációnkról. Dublinban egy Budapest Dublin Smart City Fórumot szervezett a nagykövetségünk, ahol 6 magyar startup vett részt fővárosi delegáció keretében, és találkozott másik 3 ír startuppal, és ők együtt tudtak bemutatkozni Dublin fővárosában. Itt van köztünk a Root for You, aki azután, a dublini esemény után részt tudott venni Dublin Smart City versenyén, és már a finalistok, tehát az utolsó, a döntősök között van. Nagyon izgulunk azért, hogy pár héten belül még ennél is fontosabb bejelentést tudjanak tenni a fiúk. Foggassák majd a Root for You-t mindenféleképp. Ahogy hallottuk, harmadszor szervezzük a Startupok éjszakáját azért, hogy a hazai, a külföldi szakemberek, illetve a téma iránt érdeklődő összes fővárosi lakos, akár egyetemisták, akár szakértők, akár csak úgy simán érdeklődnek ez iránt, a újdonság iránt, tudjon találkozni nagyon nívós startupokkal. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen népszerű lett már ez az eseményünk, és mindenféleképpen fontosnak tartom megköszönni a főváros közgyűlése, illetve Tartós István főpolgármester úr eddigi támogatását. Az idén nagyon szeretném megköszönni a Nemzetgazdasági Minisztérium, személy szerint Varga Mihály miniszter úr támogatását, és mindenféleképpen fontos elmondanom önöknek, hogy a munkánkhoz nagyon komoly segítséget nyújtott Bagdi Gábor főpolgármester helyettes úr, nélküle nem tartana itt a BVK, ahol most vagyunk, és kérjük továbbra is a segítségét, illetve nagyon köszönjük Lepsényi államtitkár úrnak és Lepsényi István államtitkár úrnak is a eddigi támogatását. Nagyon sok szakmai kapcsolatunk van az államtitkársággal. Szeretnénk, hogyha ezt tovább is gyümölcsözően működtethetnénk. A kiállító partnereinket is köszöntöm, és köszönöm, hogy eljöttek, a startupok közreműködését is köszönöm, illetve innen is szeretnék köszönetet mondani a Demola és a Mozaik inkubációs programnak, ugyanis a V4-es startup verseny magyar study túrjába ők első hívásunkra aktívan közreműködtek és fogadták a nyertes csapatokat. Nagyon fontos megemlíteni még 2 minisztériumi főosztályt, akivel komoly együttműködést folytatunk, és nélkülük tényleg nem tudnánk tovább lépni. Egyik a Külügyminisztérium tudománydiplomáciai főosztálya, másik a Nemzetgazdasági Minisztérium digitális gazdaság és innovációs főosztálya. Köszönjük szépen, hogy segítik a munkánkat. Folyamatosan bővül a támogatók köre. Már a for-profit szférából is egyre többen jelennek meg. Bizonyára emlékeznek, márciusban már az Elmű Innogy, illetve azóta még egyre több céggel nagyon mély, komoly kapcsolatokat sikerült kiépíteni. Csak együtt tudunk komoly eredményeket elérni. Ezzel a programmal szeretnénk hozzájárulni, és hozzá is kell járulnunk a Főváros gazdaságélénkítési és munkahelyteremtési stratégiájában megfogalmazott célhoz, miszerint a főváros 15 éven belül váljon Közép-Európa vezető gazdasági térségévé. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, mindenkivel indítsanak kapcsolatot, és pihentető órákat, hasznos találkozásokat kívánok. Köszönöm.